Multiíródás igazából, mert hát, hogy mondjam, kicsikét beteg lettem, de most szerencsére itt vagyok. Kicsikét beteg lettem, azért ez a cím, mert hát igazából csináltam a questeket, csak azért, hogy lemaradtam, mert hogy úgy gondoltam, hogy majd live-okba fogjuk ezeket megcsinálni, csak hát a túlzott köhögéssel nem volt olyan jó szerepelni. Tehát, hogy ez van. És nem tudok más mondani erre. De, hát igen, a közteket már nyilván nem fogjuk megcsinálni, mert live-ba készültem rá, de köhögéssel nem nagyon akartam szivatni titeket. Szia neked is, Dominik. Na, szóval akkor addig... Igen, amúgy van egy olyan beállítás, amit nagyon nem értek. Most így... Nem itt a settings-be. Itt legalább van egy olyan... hogy full range test, és akkor csak így nézheted magad. De most így van vajon értelme? Full range. De most... mi ez itt? De... meg a... izé... color, hogy a színek hogy néznek ki, most mi ez? Mindegy, ez így, köszi. És én soha nem értettem. De jó. Lehet, hogy index képeket lőni jó vele. I don't know. Mert, hát mondjuk, nem tudom mire kéne. Mert azt hiszem, legutoljára, amikor azt a részét néztem a beállításoknak, nem is volt még ilyen, tehát új dolog vajon? Nem tudom. Ahhoz ötletem sincs, hogy új dolog-e. Na de. Jó tipikus helyre fogunk ugrani. A Coney Crossroads. Yeah. Kedvenc hely. Amúgy nem tudom. Season közepe is még ezeket én fel sem fedeztem. Pedig amúgy itt már voltam ezen a részén. Már voltam. De itt nem hiszem, hogy voltam. Pedig itt járkáltam össze-vissza, gondolom ide kellett volna elmennem. De úgy néz ki, nem fedezte föl, na mindegy, mert volt egy quest. Itten volt egy quest. Tehát igen, itt volt, itt sétáltam. És akkor gondolom ide kellett volna mennem, vagy oda, vagy lehet ide hátra, de mindegy. De ugye Kóniba megyünk, az a megszokott helyünk általában. És van egy ilyen útvonalam, vagy hogy mondjam, na mindegy, megmutatom nektek gyorsan. Hát én, ja igen, előző meccset viktoriztam koronával. Na mindegy, szóval, hogy ide megyünk arra a benzinkútra, ez a kedvenc helyem kb. Jó, igen, már az Umbrella is megvan a challenge-ekből. Ó, most van itt az játék sem. Érdekes. Tök szép amúgy. Na mindegy, szóval ide ugrottak vajon? Néhány szóval szoktak ide ugrani, jó nem. Oké. Most szerintem mi begyűjtjük ezt a medkitet itt fönt. Hashtag loot van a mutatás. Jó, mindent szépen leugrunk, akkor begyűjtjük ezt is, ott is van loot. Nem, nincs ott loot. Na mennyi már? Jó, nem csak te vagy lemaradva, mert én már nem is játszok a Fortnite-tal. Jó, oké, van a small shieldünk, ezeket megcseréljük. A DMR nem szoktam használni. Szóval igen, itt ezeket gyorsan így begyűjtöm. Rift to go, nem viszek. Rift to go. Jó, akkor innen általában átmegyek a garázsba. Oly tak, pöpes shotguns. Hozzá még amót is. És lehet, hogy ezzel fogok elindulni, szóval addigra rárakom. Igen, ha itt nincs láda, akkor megnézem ezt a... mi ez másikat. És ha itt van, akkor szépen bemegyünk érte. Igen, felgyújtjuk. Ú, ezt kell. Felgyújtjuk, talán bemegyünk ide. És jön az a rész, amit a barátom mutatott, hogy van ilyen a játékban. Na mutatom. Jó, ezt kiütjük. Szépen, miért ide dobja? Szépen ide bemegyünk, és
Hát van itt fönt is. Azt én nem is tudtam, hogy létezik ilyen, tehát ezért akartam nektek megmutatni az útvonalat is. Jó. Ezt addig szépen begyűjtjük. Max shieldre megyünk, valamint hogy már 50 shieldünk van alapjából, tehát hogy már így max shielden vagyunk, hogy csak 50 shieldünk van. Jó. Megisszuk, és utána kilútoljuk a... kiraboljuk a kisboltot. Igen. Marika néni kisboltját gyorsan kiraboljuk. Szépen bemegyünk. Kérünk egy kis pénzt. Igen. Ó, meg itt egy glitch. Hát ezt szépen kiütöd. A másik felére fogja dobni a lootot. Hogy miért? Nem tudom. Na mindegy. Szóval akkor visszamegyünk. Lesz egy gláda. Ezt is ide furán ide dobja. Jó, 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 jó. És innen, hát tényleg nem is a Lamborghini-nál szoktam menni, hanem megfogom, és általában fel van tankolva furra. Ez a, nem tudom, hogy jönnek. És ezzel szépen kidriftelünk. Szépen kidriftelünk. Igen, pont így. Most bemegyünk Kóniba. Én általában ezt csinálom, nem tudom, hogy hogyan sebezett le engem ennyire. Jó. Na ha itt vagyunk, szépen, akkor úgy néz ki, kerültünk egy farkast. És... oh shit. Nem állunk meg akkor. Megyünk tovább. Ez a csávó már követ engem már mióta. Ő másmerre ment, ez az. Akkor itt lesz egy kis bokros hely, amivel vigyázni kell, mert ismeritek a Fortnite-ot. Jó. Szép kis driftelgetés, és jó, megállunk, azt intulunk. Itt ajánlom, hiába vagytok zero build-be, üssétek ki a bokrokat. Ha nem vagytok zero build-be, akkor azért, mert matit is ad. De ha zero build-be vagytok, akkor azért, hogy ne tudjanak benne bujkálni. Ez annyira egyszerű. És... azért megvagytok. Akkor szépen... most már biztonságban lehettek. Mert... hát nem szeretem, hogyha bokorból csak így hirtelen rád lőnek, szerintem ezt senki nem szereti. Jó, ezt is kiütjük. És még ott van. Tökéletes. Akkor itt körnézünk. Jó, Kóniba szoktam általában menni. Ó, ezt így megtaláltuk, ez egy tök jó hely. Szóval, hogy Kóniba szoktam menni, de most hát... túl nagy volt szerintem ott a pesgés. Jó, de hova fogunk menni vajon? Én szerintem Sanctuary-be. Átmegy a Sanctuary-be. Túlfutottam a... szépen elmegyünk a Sanctuary-be. Gyorsan így. Ó, de ne gyere már nekem! Úgy, úgy. Ugye ezzel tök jó driftelni, ezzel nem, ez nem olyan gyorsan driftel ezzel az ember, ez ilyen tök laza. Jó, szóval... itt gyönyörű szépen elmegyünk erre. Szétbontunk mindent. Már a fele üzemanyag az úgy nem sikerül. Mi nem sikerül? A fele üzemanyag az elszállt. Kicsit driftelgetni fog, ez minden streambe így lesz, hogyha van egy ilyenem, akkor muszáj driftelnem. Mert ezt imádom, hogy könnyen lehet ezzel driftelni. Régen amúgy még pontokat is kaptál, hogyha a levegőbe ugrottál, például a golf autóval. A golf kocsival felugrattál, akkor izé még pontokat is kaptál, érte. Jó, az már, jó, az nem a Forza, hogy itt izé drift pontokat kapjunk, de azért...
lehetne jutalmazni. Kéne olyan challenge, hogy drifteljenek az emberek. Na, ezt így meglökjük szépen. Gyere. Úgy. Nézd be, odavalósi vagy a medencébe. Medencébe, vízbe. Amúgy még egy dolgot nem értek így. Ó, nézd, már van kis labda is, összesúgjuk meg. Szóval én egy dolgot nem értek. Jó, beljebb mennyi? Beljebb. Szóval egy dolgot nem értek. Itt vannak ezek a hőlékballonok. Mik ezek? Hőlékballonizék. Ó, legalább. Ezek a hőlékballonizék, és stílusosan fel lehet menni oda. Csak hogy ennek nincs értelme. És szépen ledob téged, ide ledob. Várj, ennek van értelme. Hát ezt te, hát te... Van értelme. Fortnite-ban van, mert van értelme, ez is egy ritka dolog. Csávó megpróbál előttünk, mert kérdez, ez valami érdekes pillanat volt. Mi volt ez? Most őszintén ide jöttem, és a csávó az így megöl engem. De béna vagyok. Ezt kell klippelni. Belementem a csávó. Kukrita csóró csávó megáll a tengerpart, azt hiszem, hogy nyugiba van erre egy kicsit hot dog ráugrik és lelövi. Hát ez fájdalmas. Jaj. Na. Megnézzük, fent van-e valaki, hogy tudunk-e játszani. Jó. Megnézem, hogy mivel játszanak most így gyorsan. Ó, az egyik Red Dead Redemption, a másik meg Minecraft. Ó. Oké, értem. Akkor ők Red Dead Redemption meg Minecraft. Hogy nézzek még meg valamit ezzel, bocsi. Hát ilyen legtöbb az Minecraftozik. Na jó van, hagyjuk. Szóval... Igen. 823 csillag. Igen, nincsen battle pass, mert ja. Your personal banner. Persze, amúgy ez furán nyílik, ha megnézed. Legtöbb az így nyílik ki, hogy így elkezd kinyílni, hogy mondjam. Általában így szokott kinyílni valami. Jaj. Na szóval, jó, ez a Gliders meg viszont fura. Jó, ez is úgy nyílik ki, mint a 8-7-es. Ez is úgy nyílik ki. De így, a legtöbb az így. Ez is, jó, tényleg a legtöbb már úgy nyílik ki. Régen az így össze körbe mentek. De, ha megnézed a legújabbakat, Chapter 3 Season 1 így nyílik. Chapter 2 Season 7 kezdte el ezt, és azóta így nyílik az egész. Most én meg azt tudom, hogy Chapter 2 Season 8-ban hogyan vineltem. Mikor? Nem is játszottam abban a seasonben. Na mindegy, szóval most ebben a seasonben is így nyílik. No, sweat, insurance. Elég egy egyértelmű gráda. Sőt, most itt valamit csináltak, mert hogy itt van. No sweat sponsorship. Ja, így izé, 4 kihívás volt eddig. No sweat marketing. De micsoda marketing fogás az, hogy 3 másodpercig legyél levegőbe egy hajóval, hogy ilyen táncparketeknél emótolj, és addig csenges be egy házba, ameddig el nem romlik a csengő. Mi fajta kihívás ez? Meg a sponsorship az még megérte, mert nem mesértető. Hát de. Így, hogy fedezd fel a tengerpartot, meg ilyen stb. Mindegy. De meg a izé. Triple the block. A A-túl köröket, bent stage 5-be vagyok. Na így 50-et kell túlélni. A kill. Ölni kell embereket. Stage 5. 80 embert kell ölni. Én az egyik osztálytársammal beszéltem, aki streamel ugyanúgy Noelvok 01 vagy Noelvok 1. Igen, azt hiszem Noelvok 1 a neve. Ő is streamel. És akkor azzal beszéltem, hogy hát... Akkor lehet, hogy 50-et kell gyilkolni, ami be is jött. De utána vagy felemelik 60-ra, vagy 80-ra, és pont felemelték 80-ra. Elég érdekes a szitu szerintem.
Mindegy, ez csak ilyen bejelentő live-nak akartam csinálni, hogy így elmondjam nektek, hogy miért nem volt előadás, meg játszunk egy körbe, mutatni a útonál, stb. Szóval addig én addig is sem mentem. Na, sziasztok!